Hát sziasztok! Elérkeztünk egy következő videóhoz, és a címből biztos láttátok, hogy a mindennapi sminkrutinomat szeretném nektek megmutatni, ami azért történik, mert rosszalkodtam, és vettem pár új ruhát, ami azt jelenti, hogy nem sokára érkezik egy haul videó, úgyhogy gyorsan kisminkelek hozzá, hogy egy kicsit ott is jól nézek ki. És valamit mondani akartam. Ha látnátok egyébként ezt a setupot, amit ide műveltem, bármelyik pillanatban minden leborulhat úgy, ahogy van, és valószínű, hogy akkor kettő tükröt török össze, egy fényt és egy kamerát, úgyhogy szorítsatok, hogy ez ne történjen meg. Nagyon sok mindent szeretnék nektek mondani, rengeteg dolog van, amit meg akarok mutatni, új, vagy csak sztorizni akarok róla. Úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjünk is bele a sminkbe. Nem tudom, mennyire figyeltétek mostanában, de elég keveset sminkelek, és hogyha sminkelek, akkor is nagyon minimálra próbálom fogni. Most pont van egy-két kis foltocskám, de egyébként egészen jól áll a bőröm. Pénteken fogok menni bőrgyógyászhoz, ezt mondtam nektek az előző videómban, hogyha nem láttátok, akkor itt le tudjátok csekkolni, ecsetmosós kérdezfelelek volt. Ma egyébként szerda van. Igen, pénteken megyek bőrgyógyászhoz, és megpróbáljuk még egy szinttel feljebb helyezni a bőrápolási rutinomat. Mindenképpen foglak titeket update-elni, viszont jelenleg ez a helyzet. Az első, amit kicsit részletesebben meg fogunk nézni ebbe a videóba, az a kis EcoTools-os smink szivacs készletem. Nagyon-nagyon régen vettem, hónapokkal ezelőtt vettem Mülleres cucc, nem tudom, hogy máshol lehet-e kapni, én itt vettem vásárhelyen a Müllerbe, és ami a lényeg, nem vagyok tőle elájulva, nem rossz, de nem vagyok tőle elájulva. Viszont meg szeretném mutatni, hogy hogy működik, úgyhogy ma ezzel fogunk sminkelni. Kettőféle alapozót szoktam variálni mostanában. Alapnak naptej, nem használok primert. Nem tudom, hogy miért, de mostanában egyáltalán nem használok primert, csak naptej. Nyilván a bőrápolási rutin után a naptej, de hogy értitek. Kettőféle alapozót használok, ha sminkelek. Az egyik az Estée Lauder, ami azt hiszem, hogy ebbe kell, hogy legyen. Estée Lauder Double Wear. Nagyon vékonyan szoktam kenni, és tényleg csak azért, hogy egy kicsit egységessé tegye a bőrömet. Viszont az az egyik, amit nagyon szeretek, a másik az pedig az Inglotnak az All Covered. Nagyon szeretem a teljes fedési alapozókat. Van, hogy csak BB krémet teszek, van, hogy csak CC krémet teszek, semmi korrektor, semmi fixálás, hogyha viszont fotóhoz vagy videóhoz sminkelek, akkor mindenképpen teljes fedést használok. És jelenleg ez úgy néz ki, hogy a világosabb árnyalatból nyomok egy pumpát, és egy nagyon-nagyon picit, körülbelül így annyit, remélem nagyjából látszik, annyit, teszek a sötétebből. Mondom nektek, hogy 0-10-es a világos, 0-13-as a sötét. Ezt a kis ujjacskámon összekeverem, és olyat csinálok, amit régen sose csináltam volna, viszont mostanában mindig kézzel viszem fel először az alapozót, és nem tudom, hogy azért, mert lusta vagyok, vagy azért, mert jobbnak látom az eredményt, de ez így van. Nem tudom, néztétek-e a Never Have I Ever-t Netflixen, de a főszereplő srác, Darren Barnett, itt van Budapesten, most már lassan egy hete, úgyhogy ha valaki találkozik vele, azt csináljon képet és küldje el nekem. Amúgy úgy mondtam, hogy itt van Budapesten, mintha én is Pesten lennék, de na mindegy. Normál esetben ilyenkor szokott az jönni, hogy egy nagyobb szivacssal, vagy ezzel, vagy a ez Real Techniques-es, azt hiszem, nagyon fura állaga van ennek a szivacsnak. Használom rendszeresen, viszont még mindig nem tudom hova tenni. Valamelyikkel át szoktam menni igazából az egészen, hogy egységesítsem és a csíkokat eltüntessem, viszont most olyan jól sikerült felvinni, hogy nem érzem szükségesnek. Úgyhogy jött a
korrektor. Rimmel The Multitasker szerintem lassan két éve van kint, vagy csak egy éve, amióta ez megjelent, ez az egyik kedvenc drogériás korrektorom, folyamatosan ezt használom. Nincsen belőle olyan nagyon sok szín, azt hiszem, hogy 6 árnyalat van talán, viszont nagyon szeretem. 03-as az a szín, ami nekem bőrszín, a 04-es, ami egy picit rózsaszínesebb tónusú, a 03-as kicsit sárgásabb, a 04-es picit világosabb azáltal, hogy rózsaszínes. Ha valahol úgy látom, hogy van még bőrhibám az alapozás után, akkor a 03-asat szoktam felvinni. Ups, itt mondjuk egy kicsit ezt eldolgozottam volna meg. Hogyha ez fent van, akkor az Eco Tools-nak a picike kis szivacsával kezdem el eldolgozni, illetve ha valahol erősebb fedést szeretnék, nem csak eloszlatni szeretném, akkor először az ujjammal eldolgozom, nagyjából, és utána hagyom még egy picit száradni, és csak a széleit fogom a legvégén eldolgozni. Így a legerősebb a fedése. Azt hozzátenném egyébként, elképesztően gyorsan szárad ez a korrektor. Hosszú telefonbeszélgetésekben ne kezdjetek bele, hogyha nem figyeltek rá, mert úgy oda szárad, hogy aztán nem tudjátok megmozdítani. Az előző videómban is felhoztam, és itt is fel fogom hozni, nem tehetek róla. Google-en sose keresek magamra, viszont Reddit-en hobbim lett a nevemet nézni, hogy mi a pálya. És írta valaki, amivel aztán többen egyet is értettek, hogy középen olyan világos az arcom, biztosan a Facetune filter miatt. Na most, ha Facetune filter lenne, akkor se lenne vele semmi baj, viszont mindig világosabb korrektorral szoktam az arcom közepét korrektorozni igazából, hogy azt, ami itt van, azt minél jobban kiemeljem. Úgyhogy a világosabb színnel megyek az orrom szélére, megpróbáljuk egy kicsit kiegyenesíteni itt a helyzetet, és a szem felé is szoktam belőle tenni. Ezt most várjuk, hogy egy kicsit száradjon, utána pedig szivacskával eldolgozom. És hogyha ezzel megvagyunk, jöhet a púder, amihez a Catrice All Matte plusz Shine Control-t használom, amiből semmit nem látok. Ez egy kicsit sárgásabb por, ami ugyanúgy hozzá fog segíteni ahhoz, hogy a középső részt ki tudjam világosítani, illetve hogyha bakingelni szeretnék, ami nagyon-nagyon ritkán fordul mostanában elő, akkor jelenleg a L'Oréal-nak az Infallible porállagú púderét használom. Az a baj, hogy egy kicsit keveredik most a mindennapi sminkem a jelenlegi fotós sminkemmel, lehet, hogy nem is ez lesz a címe, mert a mindennapi sminkem az sokkal egyszerűbb mostanában. Hol van az ecsetem? Van egy Real Techniques-es ecsetem, amit mostanában használok a szemem alá, és nem találom, pedig az a legjobb. Mindegy, szivacsal rakjuk akkor fel. Szóval először a szemem alatt kezdek, nagyon figyelek rá, hogy ne úgy púderezzek semmit, hogy be van ülve a kis vonalakba az alapozó és a korrektor. A kis szivacsra felviszem a púdert, és elkezdem felütögetni, és igazából az arcom egész középvonalára felteszem ezt a kis sárgás púdert. Ahogy hétfőn Pesten voltam, vittem magammal egy kis touch-up készletet, és itt van minden fontos ecsetem. Oké. Okay. Nagy Real Techniques-es ecset és a porállagú púderpor, csak nagyjából
a maradék részt lefixálom. Nem hagyom ki a nyakamat se, viszont a szemem alatt még hagyom egy kicsit a világosabb bort. Ezután még mindig az egyik kedvencem Catrice Holiday Skin bronzosító. Hogyha megnézitek, itt van egy essences, és egymás mellé rakva, már ha meg tudom fogni, nagyon jól látszik, hogy mennyivel hidegebb árnyalatú a Catrice. Nekem ez jön be jobban, én ezt szeretem jobban magamon. Elkezdek körbe menni a homlokomnál. Figyelek rá, hogy ezt a vonalat, látjátok, egy kicsit talán így is látszik a természetes vonala a szememnek. Próbálom megtartani, és már szemöldöktől felfele teszem fel a bronzert. A hajvonalamat nem hagyom ki. Ha szőkék vagytok, akkor egy kisebb ecsettel csináljátok természetesen, mert bronzosítót kiszedni a szőke hajból. Ezután elkezdem. Az arccsontomra teszem fel, mert akkora az ecset, hogy kicsit úgy is lejjebb fog jönni, viszont sokkal természetesebb hatást érek el ezzel. Ezt is próbálom felfele, hajvonalat így se hagyom ki. Majd a kedvenc részem, amit soha nem hagyok ki, az elkapocs két oldala. Ez még csak bronzer, viszont nem sokára rámegyünk egy kontúrral is. Na, és most, hogy nem úgy nézek ki, mint egy vízihulla, jöhet a kontúr. Kontúrnak az Inglot kis palettáimat használom, ebből kaptam egyébként egy egész PR csomagot, amiben 4 vagy 5 árnyalat volt. Különböző, nagyon, nagyon menő, mágneses tetejük van, és lehet stackelni őket, ami azt jelenti, hogy mindegyik mágnes csatlakozik egymáshoz, és szépen egymásra tudjátok pakolni őket. És mindegyik palettában van egy pirosító, egy kontúr és egy highlighter, és mindegyik paletta, látjátok, különböző árnyalatú. Nekem az egyik kedvencem az a... Elő fogok venni, vagyis elővettem már, Sephora Pro 56-os ecsetet. Hogyha megnézitek, remélem látszik így kamerán keresztül, hogy ez egy nagyon-nagyon hideg tónusú korrektor. Ezért szeretem. Kontúr. És ezzel viszont már célzottan csak oda megyek, ahol szeretnék kisebbíteni vagy mélyíteni valamilyen vonáson. Ha úgy érzem, hogy túl lementem, vagy túl erős, akkor egy tiszta ecsettel kicsit felfele eldolgozom. Ezt az ecsetet amúgy azért szeretem, hogyha megnézitek, mert szélesedik, viszont a teteje egy kicsit laposabb, ups, ami azt jelenti, hogyha ide az élére teszem a kontúrt, akkor pont be tudok vele menni olyan helyekre, ahova egy kerek ecsettel nem érnék oda. Sokkal precízebben tudom felrakni a púdereket. Mivel nem szoktam szemhéjfestéket igazából felrakni, ilyenkor van az, hogy a kontúrból veszek fel egy pici pluszt, és ezt a részt, ami világosabb a szemhéjamnál, ezt egy kicsit belevonom a kontúrba, és megpróbálom kicsit kihúzni. És ha megnézitek, akkor itt nagyjából látszik is egy lightos vonal, ami segít egy kicsikét cicásabb szemet varázsolni. Egy nagyon kicsit alulról, és csak az ecset hegyével éppen végig az orrnyergemen. Kedvenc pirosítom lett ez a mekes pirosító, viszont fogalmam nincs, hogy ez melyik fajta, de tudjátok, nem biztos, hogy tudjátok, krémes és poros egybe. Elképesztően jó állaga van. Ezt szeretem a legjobban mostanában. És egy viszonylag kicsi ecsettel felveszem, és figyelek arra, hogy felfele mindent. Megpróbálok ennél a vonalnál, talán a külső szemsarkomnál nem beljebb menni, ami nem mindig sikerül, mert van, hogy úgy érzem jónak, hogy kicsit beljebb vigyem, de majd mindjárt látjátok élesben.
pirosítóból mindig mehet egy kicsit több, mert az az első, ami lekopik. Mindig. Ez aranyszabály. Valahogy így. És egy új dolog van még, amit eddig nem csináltam. Ezt egy Makeup by Mario videóban láttam. Egy kisebb ecsetre felveszek egy kis pirosítót, és itt ebben a részben, ami ugye világosabb, oda is beviszem. Nem sokat, csak nem hagyom, hogy ott maradjon egy fehér folt. És nem tudom, hogy mit csinál, de valahogy annyival egységesebb és szebb nekem. Kellene csinálni egy olyan videót, hogy követek smink tutoriálokat. Ariel. Arielnél láttam? Lehet, hogy nála láttam. Ugyanez a másik oldalon. Ha egy valamit választotok ebből az egész videóból, az egy ilyen pirosító legyen. Nem muszáj ebbe a színbe, de egy ilyen pirosító nagyon jó. És akkor az utolsó lépés az nem más, mint az orromra a pirosító. Ezt viszont próbálom csak az alsó részen tartani, csak a hegye környékére. És itt is csak éppen, hogy hozzáér. Ja, és majdnem elfelejtettem. Nem tudom, kinél láttam, nem tudom, miért próbáltam ki, de nagyon tetszik, úgyhogy csak középen a homlokomra teszek egy kis pirosítót, ugyanis ennek olyan hatása van, mintha egy picit megpirított volna a nap, és olyan üde érzést ad az egész sminknek szerintem. Nem biztos, hogy magában látszik, de valahogy egységben nagyon működik. És akkor, most jön az, hogy az orrkontúrt meg kell igazítani. Ezt igazíthatjátok egy ecsettel is, vagy ugyanazzal a kis szivacssal, amivel először vittétek fel, mint én. A fordított orrkontúrnál az a lényeg, a világos résszel fogjuk igazából a vonalát megadni annak, hogy hogy szeretnénk, hogy kinézzen az orrunk. Mivel nekem jobbra ferdül, így egy picit el kell csaljam másik irányba. Nem kell, de mivel sminkelünk, és ez a játéknak a lényege, így ez a következő lépés. Illetve egy nagyon kicsit teszek ide ebbe a részbe, mert ha megnézitek, itt íves árnyékot vet a kis csontom. Itt ez már a csontom. Viszont ezt nagyon egyszerűen ki lehet cselezni egy kicsit világosabb púderrel. És rögtön meg is fogja emelni a tekintetet. Csak ami nagyon fontos, hogy ezt itt el kell dolgozni. Mert nagyon hülyén tud kinézni. Úgyhogy a pirosítóba ezt szépen beledolgozom. Egy percig hagyom, hogy ez a, nevezzük bakingnek, csücsüljön. Utána fixálom az arcom MAC Fix Plus-szal, és hol van? A rúzsakhoz kaptam nagyon cuki legyezőt, úgyhogy egy perc és jövök vissza. Remélem körülbelül ugyanoda közelítettem be, de így néz ki fixálás után. Imádom ezt a fixálós sprét egyébként, nagyon természetes lesz tőle a bőröd, és highlightert nem használunk, fixálós sprét használunk. Az egész sminkem egyébként mostanra valószínűleg rájöttetek, hogy highlightból és kontúrból áll, nem fényes highlightból, de highlightból. Következő lépésben ugyanazzal a Catrice-es fixálóporral, amit az előbb használtam, lefixáljuk a szemhéjamat, egy nagyobb fluffy ecsetre teszem fel, és a belső felére elkezdem felütögetni. Nem tudom, mennyire tűnik bonyolultnak az egész folyamat, de ez egy 20 perces történet, hogyha nem magyarázok közbe. Próbáljátok ki mindenképpen. Belülre világosat teszek, kinyitjuk kicsit a tekintetet, kicsit feljebb hozom ide a szemöldököm és az orrom összekötéséhez is, és a szemöldök csontom alá is viszek belőle. Itt pedig egy ilyen átlós vonalat próbálok körülbelül kialakítani.
Ha úgy érzem, hogy kicsit túlmentem, és szeretnék visszahozni egy kis bronzert a szemem sarkába, akkor kitörlöm az ecsetet, előveszem a bronzeremet, ugyanúgy veszek fel belőle, és csak ide a sarokba teszek egy kis pluszt. Kicsit eldolgozom a széleit, ugyanabba a vonalba, amit az előbb kialakítottunk. És konkrétan ennyi. Először csináljuk a szemöldököm, mert annak száradnia kell. A legnagyobb tippem, amit igazából tudtok, hogy én évek óta használok, viszont most váltottam egyet. Szemöldökömre nem szemöldök fixálókat használok. Nagyon sokfajta szemöldök fixálom van, viszont nekem a legjobban a barna szempilla spirál jött be. Viszont totálisan kiszáradt, elfogyott, meghalt. És elkezdtem utána nézni, hogy milyen opcióim lennének barna szempilla spirál téren, és találtam egy Bell Hypoallergen Long and Volume nevezetű szempilla spirált. DM-ben leltem rá, remélem látjátok, screenshotoljatok, keressétek. És ez nincsen rajta. Színkód barna. Sötét barna. Ha megnézitek a keféjét, rendes nagyméretű, és szempilla spirál kefének is tök jó, viszont mostanában nagyon sokan írtatok egyébként szemöldökkel kapcsolatban, úgyhogy remélem, hogy ez segíteni fog. Szemöldökre is annyira jó. Egy kicsit kiszoktam előtte törölni, mert picit sokat visz fel, de ha kitörlitek és szépen felépítgetitek, gyönyörű. Ugyanúgy, mint szempillánál, hagyom megszáradni az első réteget. Papíron itt van egyébként, amit letöröltem, és folyamatosan teszem vissza, úgyhogy nincsen pazarlás. Imádom. És ha valakinek egyébként szép a szemöldöke, nem olyan kis lyukas, mint az enyém, akkor az itt be is fejezheti, mert konkrétan készen van. Viszont én majd ki fogom tölteni, de előtte szempillagöndörítő. Nagyon fontos, hogy egészen a szempillák tövétől göndörítek, és odafigyelek, hogy minden szál szépen be legyen göndörítve, és hogy jól álljanak. Ugyanis ezután egy vízálló spirált fogok elővenni, ami jelenleg a Sky High a Maybelline-től, és először a tövére kezdem el felvinni, és azért használok vízálló spirált, mert sokkal-sokkal gyorsabban megszárad, mint egy sima spirál, ezáltal képes megtartani a göndörítést akár egész nap. Kettő spirált találtam egyébként, ami erre képes. Az egyik a Sky High, a másik pedig tudjátok a Maybelline Colossal. Ez a kettő, ami hajlandó normálisan megfogni a szempilláimat úgy, hogy ténylegesen egész nap úgy maradnak. Viszont a Colossallal annyi volt a bajom nyáron, hogy annak ellenére, hogy vízálló, a naptejem meg tudta oldani, és azt nem szerettem, hogy mindenhol szempilla spirálnyomos maradtam. Most, ha megnézitek, ez szép. Hagyom, hogy megszáradjon, jöhet a másik oldal. És amíg szárad a szempillám, addig megyünk a szemöldökömre. NYX Lift and Snatch, tudjátok, a kis toll, ash brown színben, és csak ott töltöm ki, ahol lyukasnak érzem.
Próbálok lefele minél kevesebbet hozzáadni, hogy ne csökkentsem a helyet a szemöldököm és a szemem közt. Nagyjából ennyi. Megcsinálom a másik oldalt, és hogyha nem sikerül egyformára, akkor adok még hozzá, de igazából így fog kinézni. Hogyha véletlen menet közben összekuszáljátok, akkor még át tudjátok fésülni, illetve elől, hogyha nem szeretnétek, hogy olyan erős legyen, akkor megvárjátok, hogy megszáradjon, és egy sima szempilla kefével, szemöldök kefével átmentek rajta. A szempillaim tövébe mindig egy kicsit több spirált teszek, sűrűbbnek tűnjenek. És a végeket meg megpróbálom viszonylag szabadon hagyni, hogy azok meg szép szálasnak tűnjenek. Tudjátok, hogy én nagyon szeretem az alsó pilláimat is kispirálozni, úgyhogy ez nem maradhat el. Nagyon sokszor nem is szoktam egyébként számra semmit pluszba tenni, csak valami szájfényt. Általában mostanában ilyen rózsaszínes szájfényt teszek, viszont most videózni fogok, úgyhogy gyorsan feldobok egy szájceruzát. Ami nagyon vicces, Lady N-es szájceruza. Fogalmam nincs, hogy honnan van, fogalmam nincs, hogy mit tud, de olyan jó a színe. Nagyon meleg, nagyon barnás, nódos. Onnantól, hogy szeptember 1 megjelent a telefonom kijelzőjén csak meleg színek, csak őszi hangulat, és imádom. Ezek a színek a kedvenceim. Ruhában és sminkben is. Természetesen egy picit ceruzával aláalapoztam, viszont a lényeg Don't Call Me Honey árnyalatban sínes rúzs. Nem hittem, hogy valaha ezt fogom mondani, de elképesztően jó. És nagyon szép színe. Ez egy mattabb formula, viszont itt van a másik szín, amit megint csak nagyon szeretek. Thanks Just Body. Ez van rajtam, és ez egy másik. Picit látjátok, hogy rózsaszínesebb. Kiegészíteni rámegyek. És akkor így néz ki az elkészült fotós, videós, mindennapi sminkem. Ha kíváncsiak vagytok rá, akkor meg fogom mutatni, hogy milyen az, amit tényleg bármelyik nap felrakok, hogyha csak szeretnék egy kis pluszt látni az arcomon, és nem teljesen no make-up-ba elindulni bárhova. Ha nem tettem volna fel ezt a színt, akkor arra mehetne nyugodtan egy szájfény. Erre is mehet, de igazából értelmetlen, mert ez is elég fényes. Remélem, hogy tetszett. Arra gondoltam, hogy nagyon-nagyon régen volt piros rúzsos sminkem, és szeretnék csinálni egy kicsit aranyosabb, piros rúzsos, műszempillás, valami igazán szexi kis sminket. A kérdés az, hogy szeretnétek-e, hogy legyen róla videó, és hogyha legyen, akkor tutoriál formátumban, vagy valami beszélgetős videó közben csak csináljam meg a sminkem. Ez nagyon jó lenne, hogyha megszavaznátok, vagy megbeszélgetnétek igazából a komment részlegben. Ha bármi kérdés van, azt várom. Ha olyan, akkor megpróbálok válaszolni is rá. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy a következőben is itt lesztek, és találkozunk. Sziasztok!